Sziasztok, Lupius vagyok. A 7D's játék magyarítását fogom nektek most röviden bemutatni. Az Alpha 13-tól ez megváltozik, a keretprogram megszűnik, helyette a blogról ilyen zip-fájlokat fogtok majd letölteni mindig, ami az aktuális verziót tartalmazza. A zip-fájl végére mindig oda fogom írni a verziót, hogy ne legyen keveredés belőle. Rövid áttekintés, a zip-fájlban megtalálhatóak lesznek az angol nyelvű fájlok, a magyar nyelvű fájlok, és benne lesz egy editor, amivel az asset fájlba lehet majd belerakni a lokalizációs TXT fájlt. Ez fönn van a magyar nyelv alatt is, és fönn van az angol nyelv alatt is, attól függ, hogy magyarul vagy angolul szeretnétek játszani. Készült egy OSL TXT is, amiben leírom a telepítő tartalmát, a telepítés menetet és a magyarításra egy rövid információt. Jó, ezt a fájlt a blogról tudjátok letölteni, aki nem onnan érkezett, annak megmutatom, hogy honnan lehet elérni. Tehát itt a blognak az elérése, és majd ide fogom kiposztolni mindig a legfrissebb verziókat. Nos, akkor a telepítésről, de míg belemennék a telepítésbe, gyorsan belenézzünk a játékba, hogy most milyen nyelven fut. Úgy látom, hogy most itt angolul fut. Jó, így be lehet jelentkezni bármilyen EAC-védett szerverre. A magyarítással viszont csak EAC-védelem nélküli szervereken, és lokálisan is csak EAC-védelem nélküli módban lehet futtatni, meg egyébként kidob. Nos, letöltöttük az aktuális fájlunkat, ezt csomagoljuk ki valahova. Én ugyanebben a könyvtárba fogom most kicsomagolni. Így. És akkor most magyarosítani akarom, bemegyek a magyar mappába, ezt a két fájlt kijelölöm, és azt mondom neki, hogy másolás, másolját a játék gyökérkönyvtárba, és az ott lévő fájlokat írja felül. Tehát most két fájlt fogunk csak magyarítani, tehát mind a kettőt feliratuk. Ez a magyarításnak az első része, a fájlmásolás, ez meg is történt, kész is vagyunk. Most jön az editor, elindítjuk az editor fájlt a kitömörített könyvtárból, és megnyitjuk a játék könyvtárában, a 7Days to Die data könyvtárból ezt a Resource Assets nevű fájlt. Ez egy ilyen kis kérdéges fájlocska. Ezt meg kell várni, még beolvassa, feldolgozza. Ez a gép sebességétől függ, hogy mennyi idő alatt csinálja meg nektek. Nálam gyorsabb, de lehet, hogy valahol percekig is eltart. Na most, rendezzük név szerint a találatokat, majd kezdjük el beírni azt, hogy LOC. Tehát lokalizációs. Ezt kijelöltük, tegyünk rá egy jobb klikket, majd válasszuk az import lehetőséget. Most, ahol kitömörítettük a zip fájlunkat, én a tembe tömörítettem, bemegyek a magyar nyelvbe, és kiválasztom a lokalizációs TXT-t, és azt mondom, hogy megnyitás. Most meg kell várni, hogy ez betöltse, nekem már betöltötte, mozog az ablak. Más teendő nincsen, azt mondom, hogy fáj, mentés másként, azt mondom, mentés, és felül akarom-e írni, vagy cserélni, kívánom, hát igen. Most akkor belekerül a mentés, és ez meg is történt, az ablak már mozgatható. Be lehet zárni, a magyarítás megtörtént, már csak az ellenőrzés van hátra. Nem az EAC, nem az EAC védelem nélküli fájlt indítjuk, és már látható, hogy a magyarítás működik is, de azért belépek a játékba, hogy megnézzük a biztonság kedvéért, hogy a játékban felmerülő szövegek is magyarításra kerültek, tehát betöltök egy elmentett állást, és rögtön megnézzük, hogy sikerült-e vagy sem. Tehát ebből a két rövid lépéssel fogjuk mostantól a játék magyarítást telepíteni. Hogyha szeretnénk visszaállítani angol nyelvre, semmi probléma, az angol nyelvű fájlokat az ENG mappából visszamásoljuk, úgyhogy felülírjuk, majd az editor segítségével az ENG mappából a lokalizáció TXT fájlt beimportáljuk az asset fájlba, és elmentjük. Jó, tehát a magyarítás az sikeres volt, úgyhogy remélem mostantól ez nem jelentett problémát senkinek. Nem akartam a 2 gigabás fájlt föltölteni, tehát így pár megával megoldható az egész, részletekről egy kis munkát igényel, de szerintem nem túl bonyolult. Ennyi, sziasztok, Lupius voltam!